Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és külön öröm számomra, hogy ma egy igazi legendát köszöntök a stúdióban. Tudom, eleged van abból, hogy legendának titulálnak? Mert nem tudom, hogy mit jelent. Szóval tulajdonképpen ez a legenda, ez az életkoromnak szól, a karrieremnek szól, vagy egyáltalán a személyiségemnek. Egy kicsit túlzásnak találom persze. A legenda az lehet egy építész, akinek gyönyörű házai vannak, vagy tervezett, vagy festőművész. Szóval én azt mondom, hogy egy énekes, mint én, az egyszerűbb alkat kell, hogy legyen. Lehet, akkor elmondom. Része vagy az életünknek, most ki kéne számolnom, több mint 50 éve, igaz? Igen. Része vagy. Része vagy a mai fiatalok életének is, hiszen a szüleik hallgatják a te zenét, tehát a fiatalok óhatatlanul hallják. Része vagy azért is legenda vagy, mert sokszínű vagy, mert múltad van, de még itt vagy. Szóval sok mindenért szeretünk mi téged, és azt gondolom, hogy rád valóban illik az, hogy legenda vagy, de nem is ezzel akartam kezdeni, hanem amikor felhívtalak telefonon, és beleszóltál a telefonba, hogy itt Tina Turner, és elnevettük magunkat. Viccelődni szoktam. Hát, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire vagy vicces, és mennyire szereted a humort? Azt hiszem, a humor az egyik leglényegesebb része az életünknek, mert nagyon-nagyon sok kritikus helyzeten átsegít a humor. Főként, hogyha az embernek van némi öniróniája, akkor helyére tudjuk tenni a dolgokat. Szóval nem szeretnék olyan énekes lenni, aki úgy el van szállva magától, vezényel, irányít. Én azt mondom, hogy egy szerencse, hogy a sors azzal áldott meg, hogy szeretek énekelni, és ez egy nagyon nagy hobbi is. Szóval most láttam egy sportműsorban egy pár órája, egy urat, aki azt mondja, hogy neki a riporterkedés az neki munka. Uh-huh. Az, hogy nem jó. Mert az a szerencsés találkozás, amikor az embernek a hobbija, az a munkája is. Mert mind a kettő miatt szereti a dolgot. Ha éppen arra gondolok, hogy nem lehet otthagyni a közönséget, akkor is, ha a körülmények mostohák, nem mondhatom azt, hogy viszontlátásra nem tetszik a helyzet, hanem akkor munka lesz, és akkor fegyelmezetten kell dolgozni. De amikor szépen sikerül elénekelni egy dalt, vagy jól, akkor azt mondom, hogy ez az a hobbi, ami éltet és szórakoztat. Szóval ez a kettő együtt jár. Te mindenhol a maximumot adod. Én jól emlékszem arra, amikor még olyan nagy divat volt, hogy egy műsorvezető is ment egy gála műsorba, és volt, amikor a világ végén volt fellépés, vagy mondjuk a kongresszusi központ színpadán, és én akkor, amikor itt sokat voltunk együtt, és sokat figyeltelek titeket a színfalak mögül, én mindig megállapítottam, hogy te bárhol lépsz fel, te mindig a maximumot adod. Soha egy kis falu, kis pici színpadán sem lökted csak úgy oda. Igen. Az fogalmazódott meg bennem, hogy miért tennék különbséget egy kongresszusi központ, és mondjuk Miskolc egy színpadán. Miért tennék? Vagy akár nevezzük egy kisebb falunak is. Jó, hát mindegyik más, de egy biztos, hogy tudod, régen olyanokat mondtak az emberek, azt mondja, XY-nak, humoristának mondták, hogy azt hiszi, hogy falura minden jó. Na most ez egy sértés. Mert a humorista is igyekezett a maximumot nyújtani. Annyi jött ki belőle, aznap szorongott, vagy nem tudom, nem volt annyira vicces, vagy nem volt annyira jó a műsor, de ezt szerintem minden előadó kikéri magának. Uh-huh. Mindenhol a maximumot igyekszik szerintem mindenki nyújtani, hát másképp nem is lehetne. Uh-huh. Mert eleve, amikor összeáll egy repertoár, akkor nyilván olyanokat igyekszik az ember előadni, amik egyrészt a közönség kedvencek, és az én kedvencem is. Tehát én beszoktam mondani, hogy lehet, hogy ez senkinek nem tetszik, de én örömmel elénekelném ezt a dalt. Egy kicsit nehezebb az átlagosnál, de fogadják el a kedvemért. Ez érdekes, mert ezt akartam is kérdezni, ugye nagyjából 500 dalod van, nem tudom a pontos számot. Fölötte. Már fölötte tehát is van. Fölötte. Az információk nem mindig, az internet nem mindig követi a pontos számokat. És hogy elmész egy koncertre, hány dalt énekelsz el egy este? Mondjuk, amikor te vagy a fő szereplő. Főhős. Főhős, igen. Főhős. Változó. Változó, hát de mondjuk általában, 15. mondjuk igen, 15-20 az a minimum.
És akkor biztos, hogy a 15-20-ban benne kell lenni 4-5 klasszikus Kovács Kati dalnak. Tehát akkor a közönség feláll és kiköveteli, biztos, ha nem úgy tennél. Tom Jones mondta, hogy csinálhatok én bármit, úgyis el kell énekelni a slágereimet. Igen, úgyhogy mindegy, hogy angolul énekel valaki, vagy Magyarországon magyarul éneklünk, de a slágereket el kell énekelni. De van úgy, hogy valaki fölkiabál, hogy ezt meg ezt szeretné hallani. Mondtam, jó, én megpróbálom, de súgja le a szöveget, súgja a szöveget. Odaül előre, és az utolsó szóval kezdi. Olyan zavarba jönnek, nagyon érdekes, hogy amikor ők kerülnek a figyelem középpontjába, akkor hirtelen megváltozik a felelősségérzetük, és az utolsó sorral, vagy az utolsó szóval kezdi, mondom, jó, kezdjük előről, nagyjából tudom. Szóval megengedem magamnak azt a szabadságot, hogy igazság szerint nem fixálom le, hogy milyen műsort fogok énekelni. Volt egy olyan időszak, amikor egy zongoristával, akinek az egy énekes kislány apukája, nagyon fegyelmezett, nagyon tehetséges, nagyon ügyes, de ott mindig minden szóra kellett venni. Ahogy elindult a műsor, akkor annak úgy kellett végigmenni. Na most ezt bírtam egy évig körülbelül, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ha nem haragszotok, akkor én kilépek ebből a társulatból, mert hiányzik az a fajta szólásszabadság, ez jó szó ide, és divatos, vagy kifejezés, hogy hiányzik az a szabadság, hogy meg tudjam változtatni a műsort, mert a helyszínen szokott eldőlni sokszor, hogy ez a közönség réteg mit szeret igazán. A nagyon populáris dalokat szeretik, vagy szeretik a klasszikusokat is egy kicsit, gondolok itt Schubert Ave Mariájára. És ki is léptem a műsorból, és nekem az egy rabság volt, hogy mindig mindent első pillanattól a végéig ugyanolyan sorrendbe kellett énekelni, ugyanolyan intenzitással, vagy kevésbé kisebb intenzitással. Szóval ezt nem nekem találták ki. Amikor még Egerben laktam, Egri vagyok, Egerben ültem föl, hát bocsánat. Ezt mindenki tudja rólad, hogy... Várjál, Verbelétel születtem. És a Tarnai kislaci szokta mondani, hogy szia földim, ott születtem meg, de egy pár hetes koromig voltam mindössze ott, de később is visszatértem a keresztanyámékhoz, ugye ők nagyon büszkék voltak, királyék Verpeléten, király Annuska, testvére Terike, és Egerben nőttem föl, és ott megnéztem egy műsort az Egri Színházban, vagy mozi volt, de akkor nem tudom. De még fiatal lánykorodról beszélt. Igen, még nem voltam a pályán. És azt éreztem, hogy a színpadon lévőket valami láthatatlan fal elválasztja a nézőtértől. És mondtam, hogy valahogy szabadabban kéne viselkedni, nem ilyen kötötten, nem ilyen félősen. Az emberek ott ülnek lent, és alig várják, hogy megszólíthassák őket, vagy megszólítsák őket. És én, ha véletlenül valaha jogom lenne szólni, akkor azt mondanám, hogy viselkedjetek szabadabban, közönséget vegyétek észre, hogy emberekből áll a nézőtér. Uh-huh. És ők szeretik, hogyha észreveszik őket. És milyen érdekes, hogy később, amikor színpadra kerültem, akkor azt igyekeztem megtartani, amit akkor éreztem. Hogy ne legyen fix a műsor, ne legyen mindig határozottan vége, meg úgy legyen vége. És volt, aki azt mondta, hogy ez trehányság. Hát ez meglep, volt, aki azt mondta, nekem meg pont azt tetszik, hogy egyfajta szabadság. Nekem is azt tetszett. Hogy, uh-huh. De volt, aki azt mondta, nehezményezték, hogy milyen szabadon kezelem a közönséget. Most azt is mondhatnám, hogy olyan, mintha ilyen interaktív játékot folytatnánk. Javíts ki, ha butaságot mondom. Egyáltalán nem, mert ugyanez a műsor rólad szól, de mégis annyit hadd reagáljak erre, hogy szoktam előadásokat tartani. És sokáig úgy tartottam, hogy most idézőjelben mondom, kiálltam, ledaráltam, vége. És most jó ideje, nagyjából egy fél éve kezdtem azt el, hogy interaktív szót használ, én is, hogy megszólítom, hogy kérdezem, hogy mondja el, és azt érzem, hogy sokkal jobban együtt vagyunk, sokkal jobb ez az egymásra figyelés, úgyhogy szerintem nagyon egy húron pendülünk. Érdekes, hogy egyszer az Ambo Jimmy azt mondta, hogy ő soha senkitől nem tanult énekelni, meg semmit nem tanult. És azon gondolkodtam, hogy ez nem igaz. Az ember akkor is hallja a zenét, hogyha nem figyel oda. Nyilván jobban odafigyelek, mint az átlag emberek.
mert sőt, nem tudok másra figyelni, csak a zenére sokkal inkább leköt, mint az átlag embereket, de hát ez a szórakozásom, a hobbim is, munkám is. És én azt mondom, hogy nem igaz, mindenkiből összeállunk. Mindent hallasz, ha bemész egy üzletbe, vagy hallgatsz egy zenét, vagy nézel egy filmet, vagy nem figyeled a filmet, de hallod a zenét. Tehát nagyon-nagyon sokféle anyagból tevődik össze végül is egy egyéniség. És egyáltalán nem vagyunk függetlenek a hatásoktól, a zenei hatásoktól, az emberi viselkedésektől, és én vállalom azt, hogy az ember holtáig tanul, vagy változik. Miért ne változnánk? Hiszen hát ez is egy fontos dolog, hogy akár a mikorunkban is merjünk változni. Igen, merjünk. Meg merjünk egy kicsit, most idézőjelben mondom, nevetségesek lenni, hogy ne akarjuk azt a, például én most, ahol lakom, gyerekek bicikliztek, én kint a kertben tevékenykedtem, és köszöntek a gyerekek, hogy jó napot kívánok, jó napot. Uh-huh. És a kislány, aki előment, egy 10 év körüliek lehettek, ez ki volt? És meghallottam, mondom, Kati vagyok. És a kisrác, a kisfiú, aki szintén biciklizett, visszaszólt, hogy jó napot, Kati! És már megjegyezte legközelebb, hogy jó napot, Kati! És ő is tanul egy viselkedési formát, ha mástól nem tőlem, hogy szabad neki köszönni. Én nem követelem meg, hogy csókolomot köszönjenek, mert az úgy látszik egy régi módi dolog. De nem is baj. Nem is baj. Ha ez a divat, akkor... Nem úszod meg. Muszáj, hogy egy kicsit beszéljünk a múltról. Tudom, hogy ezerszer kérdeztek erről, de lehet, hogy van néző, aki most hall majd erről először. Az érdekel engem, és ha már idézted ezt az egri élményt, ugye, hogy ott színházban és koncerten ültél, és ért egy hatás, hogy az, hogy énekelni kezdtél, és most nem arra gondolok, mert minden kislány, ha csak kicsi hangocskája van, az iskolai énekkarba bekerül, szerepelget, hogy nálad ez így hogy épült fel, hogy aztán az édesanyád ötletére elmentél a Ki mit tudba? Igen, az iskolában úgy kezdődött a dolog, hogy Korsós tanár úr, emlékszem az arcára, nevére, szegény, azt mondta, hogy miért nem figyelsz? Mondtam, azért, mert unatkozom. Mert én már akkor sokkal bonyolultabb dalokat tanultam meg önállóan, mint amit az iskolában nekünk tanítottak. A part alatt, a part alatt, három varjuk a szál. Tényleg. És mondom, ezt unom, meg nem érdekel. És akkor mi érdekel? Mondom, hát nehezebb dalok érdekelnének. Akkor menj kifelé az osztályból. Kimentem is ott. Hallgattam a többieket, egyedül voltam a folyosón, és mondtam, hogy nem helyes, mert inkább azt kellett volna mondani a pedagógusnak, hogy mondd meg, mit szeretnél bemutatni, vagy énekelni, hogyha te ezen már túl vagy. Nyilván egy kicsit túlzás, amit mondok, ha egy gyerek már tud olvasni, írni, amikor bekerül az iskolába, akkor persze unatkozni fog. De úgy kezdődött, hogy én mindenféle zenét hallgattam, otthon mindig gyakoroltam, énekeltem, és hogyha volt egy osztályszünet, képzeld el, a mi időnkben, te még sokkal fiatalabb vagy. Nem, megnéztem az évszámodat, nem. Köszi. Egy ilyen kis folyosón kellett körbe-körbe sétálni az egri 5-ös iskolában, ami ugyanolyan volt, mintha az órán ülni kellett volna. Rémunalmas volt, hogy nem szaladgálhattunk, nem beszélgethettünk. Azt is untam, hogy az iskolába körbe-körbe kellett menni. Egy gyerek ennél, hát ma már szabad szaladgálni az órák közti szünetben. Hát persze. Mert egy gyerek az szeret rohangálni, szeret szabadulni, meg vannak önálló gondolatai is vannak egy gyereknek már egész korán gyerekeknek. Önállóak a gyerekek, van véleményük. Emlékszem, egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy mondom, bocsánatot kérek, neked van igazad. Mondtam egy 7 éves gyereknek. Uh-huh. És a szülő sárga földig lehúzott, letolt, hogy ilyen nincsen, mert elveszted a tekintélyedet, ha a gyereknek adsz igazad. Mondom, nincs igazad. Nincs igazad. A gyerek pontosan azt fogja respektálni, hogy neki is lehet véleménye, ember és számba veszik. Is lehet. Igen, és nem kell körbe-körbe egy folyosón menni, és nem kell ugyanazt énekelni mindig. Uh-huh. Kíváncsi vagyok, hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor a te édesanyád azt mondta, hogy Katikám, indulj el, aki mit tudon. Tehát, hogy történt ez? Hárman vagyunk testvérek most már. Igen. És ők ugyanazt a magnót hallották
ugyanazt a magnót kellett kezelni, ugyanazt a zenét hallgatták. Édesanyám nagyon-nagyon szerette a zenét. Fogalma se volt arról, hogy durba vagy molba énekli a himnuszt. Elénekel. De soha nem szóltam neki, soha. De bennem volt meg az a vasszorgalom, hogy megtanulni egy dalt. Ha kellett, akkor 500-szor meghallgattam ugyanazt a részletet, amíg meg nem tanultam. A testvéreimet annyira nem érdekelte érdekes módon, de nem voltam, szóval nem tudtam, hogy én hogy tudok énekelni. Uh-huh. Én csak énekeltem, állandóan gyakoroltam, és egyszer egy egri zeneiskola igazgatónője azt mondta, hogy gyere, mutass nekem egy pár hangot, én zongorázom, te énekelj. Azt mondta, ezzel a hanggal nem ezeket a szörnyűségeket kéne énekelni, hanem a te hanganyagoddal operát kellene énekelni. És mondom, de az az igazság, hogy jó, el tudom énekelni, amit a tanárnő lezongorázott, de mondtam, ez nem ez érdekel, hanem ezek a rekett hangok, amiket hallottam, hogy az hogy énekli az énekes, hogy mit csinál. De aztán később is a vonzalma megmaradt az opera iránt, de úgy indultam el egy ilyen ki mit tudom, hogy arra is az édesanyám nevezett be, vagy az iskola. Nem tudom. Információk szerint édesanyád ő a másodikra. Igen? Az elsőről kirúgtak simán. Simán, mert énekeltem egy nagyon nehéz jazzes dalt énekeltem, illetve többet is, és akkor azt mondták, hogy ez nem jó. Uh-huh. És mondom, és akkor mi a jó? Aki tovább jutott, az a kislány, ezt el szoktam mesélni, mert olyan vicces. Jaj, mit tett velem ez a Jenő, az örökhű szerelmem ő. Ilyen nagyon vékonyka hangon, iskolásan elénekelte ezt a dalt. Mondtam, amit én éneklek, az sokkal-sokkal nehezebb. Uh-huh. És én is hónapokig tanultam, hogy ezt el tudjam énekelni. Azt mondták, ez nem kell. Még volt egy megjegyzés, azt hiszem vonatkozott a nyugatra, hogy ez a különbség kelet meg nyugat között, hogy nálunk ez nem kell. Magyarul úgy elutasítottak, soha többet nem akartam énekelni. Elment a kedvem, édesanyám titokban benevezett a következőre, és azon már egy kicsit többet elértem. Elfogadóbbak Igen. voltak így a... Nem, mert magasabb zsűrit kaptunk. Uh-huh. Bocsánat, mindenkitől elnézést kérek. Olyanokat kaptunk a zsűribe, akik jobban értettek a zenéhez. Uh-huh. És azt sokkal jobban értékelték, amit én énekeltem akkor már. Uh-huh. Akkor már. De őszintén csodálkoztam rajtuk. Emlékszem, mesélhetek? Csapongunk, de hát olyan messze van. Nem, azért képzeld el, hogy az egyik Ki mit tud fordulója Debrecenben volt, ahol énekeltem egy olasz dalt, és szépen kiengedtem a hangomat, és mindenki kopácsolt, a bűnések, színpadosok ácsolták a színpadot készítették elő, és egyszer csak azt vettem észre, hogy óriási csend van. És mondom, mit csináltam rosszul, tudod, kerestem magamban a hibát, hogy mi az oka a csendnek. Aztán később rájöttem, hogy én, ahogy kiengedtem a hangomat, úgy mindenki megdöbbent, hogy milyen bátran énekel ez a kislány. Akkor voltam azt hiszem 19 éves. És később is felfigyeltem arra, hogyha rendesen kiengedtem a hangomat, akkor odafigyeltek rám. Mert szokatlan stílust képviseltem. Én azokat a dalokat szerettem elénekelni, amik... Hogy is mondjam neked, spirituálékat gyakoroltam, ilyen nagyon testesen kellett énekelni, nagyon erősen, vagy megtanultam a Fats Dominótól kezdve, az amerikaiakat másoltam inkább, mert ők énekeltek sokkal szabadabban, mint a magyarok. Úgyhogy nehéz dalokat tanultam meg, aztán később kaptam hozzá segítő társakat, a Miskolci Műszaki Egyetemen még dobos volt a Konstibor zeneszerző, oda járt Miskolcra, ott végezte el a geológus szakon végzett, jó mondom? Aha. Geológus, igen, geológus mérnök. De valószínűleg ő nem dolgozott geológusként, nem? De dolgozott. Aki, igen? Dolgozott, hogy mert nem. Mert én csak a zene világából. De dolgozott, igen. Uh-huh. Sokan őt ismerték. Volt olyan hely, ahova elmentünk, én akkor ismert énekesnő voltam, és 20 ember ugrott a nyakába, hogy emlékszel, és akkor, amikor kőolajat találtunk, és én szerintem meghúzódtam. De igen, ő dolgozott. Aha. És aztán később, amikor önálló dalokat írt, akkor nagyon komoly dalokat írt, az én kívánságomra kicsit populárisabbra váltottunk, mert rájöttem, hogy én hiába éneklem a spirituálékat, meg jazzes dalokat Ella Fitzgeraldtól, azokat a közönség nem érti. A közönségnek is kellett, hogy úgy mondjam,
fejlődni, tanulni, vagy az sokat újat? Igen, persze, nagyon egész sokat fejlődtek, biztos, igen. Ahogy, ugye, egyre több rádióadó, egyre több zenét hallgattak az emberek, egyre több film áramlott be, a filmek kísérő zenéi, szóval azért a közönség velünk együtt művelődött, hál' Istennek. Hát hál' Istennek, hogy a világ mozdul legalább ebben jó irányba. Szóval ezt a Ki mit tudott már megnyertem. Aha. Az Erkel Színházban voltak az első táncdal fesztiválok, hogy te vidéki kislányként, ezt mondhatom, mert én is vidéki kislány voltam, bár vagyok ma is, hogy... Honnan? Tiszatenyő, ez Szolnok Tiszatenyő. Mellett egy igen. kicsi falu. Mondhatnám a világ vége, de jó, hogy ott gyerekeskedtem. Hát nekem az. Szóval, hogy ez a vidéki kislány belecsöppent a televízió világába. Hát valószínűleg gyerekkorodban a televízió neked is azt jelentett, amit mondjuk nekem, hogy egy csoda volt, nem? Hát vidéken, falun, kisvárosban, hát ájultan néztük ezt a valamit, amit tévének hívtak. És egyszer csak te ott álltál egy színpadon, veled szembe kamerák. Tehát, hogy ezt hogy dolgoztad fel, vagy hogy tudtad elfogadni? Megint csak a szülők felelősségét fogom emlegetni, mert édesanyám volt az, aki vállalattól kikölcsönzött Magnót, majd megvettük, iszonyú nehezen megvettünk egy fekete-fehér kis kékes tévét, és akkor már ment egy 62-es Ki mit tud, ahol Zorán énekelt például. Vagy megnéztük a Galatasaray futballmeccset, és akkor kiderült, amit nagyon, nagyon fontos elmondanom, kiderült, egy nagyon lényeges dolog, hogy az egyik focista a Galatasaray nevű török csapatból pontosan úgy nézett ki, mint a bátyám. Bátyám egyszer csak hirtelen hangosan megszólalt. De hiszen ez én vagyok. És aztán később Ungár Anikó mesélte, amikor együtt Ki mit tudoztunk, és kikerültünk valahova külföldre. Azt mondja, fogadjunk, hogy minden török csoport oda fog menni hozzád, ő hozzá meg egy másik csoport ment, és azt mondja, anyanyelven fognak szólítani, mondom, miért? Azt mondja, mert észrevettem, hogy van benned valami törökös, és valóban úgy volt, hogy odajöttek hozzám bizonyos csoportok, és megszólaltak anyanyelven, azt hitték, hogy én azon fogok visszaszólni. Szóval ebből látszik, hogy azért Egerben a törökök nem tűntek el nyomtalanul, szóval valahogy besegítettek ott a szaporulatba, a szerelemben, a szerelmeken keresztül. Hát nem ez a normális hogyha békében élni. Persze, így van. Visszatérve a televíziózásra, amikor én fölkerültem ebbe a közegbe, már voltak olyan próbálkozások, hogy jelenjen meg X Keleti Károly utcában hangpróbára, és alá volt írva valakinek a neve táviratilag. Mondtam, egy frászt fogok elmenni. Mondom, azt se tudom, kicsoda, mi az, hogy oda rendel. Uh-huh. Szóval azért megmaradt bennem az a fajta önállóság, vagy nem is félelem, az egri kislány, mint büszke, hogy vigyázzak magamra. És mondtam, hogy csak engem nem fognak berendelni vadidegen emberek hangpróbára. Minek? Tudom a dalokat, tudok bármit. És amikor egyébként úgy kerültem a fesztivál, az első Magyar Tánza Fesztiválba, a szereplők közé, hogy Gyulai Gál János meglátott a Ki mit tudban, és azt mondta, hogy a Ki mit tudból kell nekem az a nő, az a lány kell nekem, és mondta, hogy megpróbálja elénekelni ezt a dalt. És mondtam, hogy persze, megtanultam a dalt, elénekeltem. Amikor tudsz valamit, egészen biztosan tudsz valamit, akkor kevésbé van lámpalázad. Milyen érdekes. Hogy én tudtam, biztos vagy valamiben. Igen, tudtam a dalt, tudtam, hogy hol kezdődik a zene, nem tanított senki. Abszolút autodidakta módon. Tudtam, hogy megjegyeztem a hangszerelést, tudtam, hogy mennyi, körülbelül hol kell beszállnom az énekkel, és azt mondja, hogy ki tanította be a dalt? Mondtam, senki. Azt mondta nekem az előbb, hogy itt kell elkezdeni. Meg hallom, hogy hol kell elkezdenem. És honnan hallja? És akkor csak a laikusoknak mondom, hogy az ember, amikor hall egy zenét, akkor így körülbelül tudja, hogy ez az az akkord, amire az a hang illik. Nem tanultam, nem tudtam. Jó, de hát ezt inkább már tehetségnek hívják, mert nekem aztán hiába hallgatnék én akárhány zenét. Azt mondod? Belőlem max a fürdőszobában jöhetnének, vagy venném a bátorságot. Szóval ez tehetségnek kell lenni, hogy így helytállj. Kati, a Táncdal Fesztivált 66-ban megnyerted, és akkor szinte így rád
omlott a siker. Azt te hogy érzékelted, hogy mindenhol megismertek, újabb dalokat kaptál, újabb felkéréseket, jöttek a filmek? Megint csak azt kérdezem, hogy ezzel te hogy tudtál megbarátkozni, vagy teljesen természetes állapot volt ez? Nem, olyan érdekes, hogy végül is úgy éreztem, hogy amikor a televízióban kellett énekelnem, mondjuk az első fesztiválon, azt mondták, hogy nézzem bele a kamerába, vagy nézzem mellé. Emlékszem, amikor később filmeztem, akkor meg azt mondták, hogy nehogy belenézzen a kamerába. Szóval belenéztem a kamerába, úgy vettem, úgy gondoltam, hogy aki mondja nekem, ő járhatósabb ebben a világban. Tehát úgy éreztem, hogy ő a pedagógus, akire hallgatnom kell. Ha a rendező azt mondta, hogy nézzem bele a kamerába, álljon egyenesen, meg ne fogja a mikrofont, akkor még tilos volt a mikrofont kivenni, meg levenni. Álltam egyenesen, nem voltam egy gesztikulálós típus, nem hadonáztam össze-vissza, és elfogadtam a rutinosabbaknak a tanácsait, hogy erre kell nézni, úgy kell énekelni. A zenei részt abba biztos voltam, az nem okozott lámpalázat. Inkább az, hogy hova tegyem azt a 100 kezemet, ami útba volt. Nem tudtam, hogy kell viselkedni. Soha nem láttam, hogy kellett színpadra kijönni, hogy kellett mosolyogni, vagy hogy nem kellett mosolyogni, vagy nem kellett túljátszani. A magam módján megpróbáltam szerényen viselkedni, és olyan természetessé vált, hogy én ezt el tudom énekelni, akkor eléneklem. És akkor a nagy, idézőjelben nagy öregek segítettek téged szavakkal, tanácsokkal is, vagy te csak figyelted őket, és akkor abból valamit magadnak ki? Nem, emlékszem, amikor Zárai Márta nagyon jó indulatú milyen volt. Milyen érdekes, rá gondoltam. Igen, nagyon jó indulatú volt, és azt mondta nekem, hogy figyelj, nem kell senkivel se törődni, ahogy jól esik, bemész, viselkedj természetesen, mindent úgy, ahogy jól esik neked. De mondom, hogy nem kell senkire se hallgatnod. Nyugodtan megsimogatta az arcomat, vagy nem tudom, a vállamra tette a kezét, megütögette, azt mondta, hogy hajrá, te következel. És úgy megnyugodtam, hogy van, aki így bízik bennem, hogy egyszerűen kell viselkednem, az esett a legjobban. Zárai Márta volt az egyetlen, aki úgy biztatott. Még az a Madách Színházban volt, emlékszem. És nagyon jól esett, hogy valaki megszólított és hozzám szólt. Szóval erőt adott, lelki erőt adott nagyjából. De úgy jártuk a magunk útját. Amikor megnyertem ezt a táncdalfesztivált, annyira nem izgatott, hogy ki nyert meg, hogy nyertek. Nem, hát nem izgatott. Tényleg? Nem, egyáltalán nem izgatott. Engem egy dolog érdekelt, hogy elénekeljem hibátlanul a dalt, és hogy a mögöttem lévő szimfonikus zenekar elégedett legyen velem. Az nem érdekelt, hogy nyerek vagy nem nyerek, és a mai napig sem foglalkozom ezzel úgy külön. Ha elégedett vagyok magammal a produkciómmal, akkor azt mondom, hogy körülmények mások voltak. Szóval nem éreztem soha semmiféle féltékenységet és zavart amiatt, hogyha esetleg más nyert. Gyakran vagy elégedett magaddal, vagy épp ellenkezőleg ritkán vagy elégedett magaddal? Nem, ritkán vagyok elégedett, igen, maximalista vagyok. Emlékszem, amikor túl voltunk ezen a bizonyos Erkel színházbeli díjátadón, akkor Gyulai Gál János azt mondta, hogy jó van, elénekelte. És úgy vártam, hogy megdicsér, vagy nem dicsér. És azt mondta, úgy érzem magamat, mintha egy autóversenyző biciklivel nyerne. Úgyhogy nem kényeztetett el a zeneszerző. A szövegíró már sokkal lelkesebb volt, Hajnal István szövegíró. Ő valószínűleg a Gyulai Gál Jánosnak is tetszett a produkció, mert azért odajött és kezet fogott velem. De aztán magamra hagyott. Amikor kijöttünk az Erkel Színházból, akkor volt olyan ember, aki egyszerűen letérdelt elém és csókolgatta a ruhámat. Mondom, mit akar ez? Mi közöm hozzá? Nem is ismerem. És akkor úgy egyre többen megismertek, és nagyon furcsálódtam, hagyjanak már engem békén. Én ugyanaz az ember vagyok, mint előtte, és nagyon zavart, hogy egyszer csak a rajongók, nem ismertem a rajongókat, csak a kifejezésre ismertem, hogy viselkedtek ilyen kedvesen és aranyosan viselkedtek, de nem ismertem őket. Szóval sokkal tartózkodóbb voltam annál, hogy jó lesen, hogy így lelkendeznek, értem, zavart. Csak később szoktam hozzá, egy-két hónapnak, évnek kellett eltelni, mire megszoktam azt, hogy megismernek az emberek. De hát ez nyilván jól esett, mindenkinek jól esik, ha kedvesek vele. Aki azt mondja, hogy nem szereti, ha kedvesek vele, az hazudik.
Igen, mert az emberi kedvesség, persze. Természetesség az mindig nagyon jól esik. És akkor döbbentem rá, hogy mit veszítettünk, illetve hogy mivel rendelkezünk, amikor jött ez a covidos időszak, és felvettük a maszkot, és az emberek nem voltak olyan kedvesek, mint amit megszoktam. És akkor döbbentem rá, hogy milyen jólétben élek, ami az emberi kapcsolatokat illeti, hogy különleges bánásmódban van részem, ha más nem rám mosolyogtak, integettek, vagy megveregették a vállamat, és amikor megszólaltam, akkor azt mondták a maszk mögül, Jézusom, ez a Kovács Kati hangja, akkor úgy, hogy normalizálódott bennem valami, a világ a helyére került, de végül is azt kellett konstatálnom, azt kellett megállapítanom, hogy különleges életem van. Az emberek sokkal kedvesebbek hozzám, mint amúgy egymáshoz, vagy szóval el voltunk kényeztetve, el vagyunk kényeztetve, a televíziónak köszönhetjük, vagy a filmeknek, vagy a rádiónak, hogy az emberek, és az sokszor előfordult, hogy parancsoljon, rohanjon, menjen előre, mondta, nem, most nem sietek sehová, köszönöm szépen, majd élek a lehetőséggel legközelebb, ha sietek. Azt gondolom rólad, ugye egy különleges életed lett, igaz? Nem hétköznapi, de hogy te, ha mondjuk orvosírnok lennél, vagy egy pedagóg. Voltam. Tudom, hát azért nem véletlenül mondtam ezt példának, hogy te, ha valaki kedvesen fordul, vagy kedvesen viselkedik egy másik emberrel, azért kedvességet, figyelmességet kap. És azért igenis, hétköznapi emberek között is van, hogy mosoly van az arcán, derű van az arcán, és azt váltja ki a másikból is. Tehát nem kell ahhoz nekünk hírességnek lenni, igaz, hogy figyelmet vagy kedvességet kapjunk. Tehát a normális életben ez így működne, nem? Így működne. És rólad azt feltételezem, hogy te így működtél volna, ha nem lett volna belőle Kovács Kati. Persze. Hárman vagyunk testvérek, és megszoktam, hogy a testvéreim iránt felelősséggel tartozom, hogy viselkedem, hogy segítem őket. Édesanyám mindig arra nevelt bennünket, hogy ne hagyd bajba, ha ők bajba kerülnének, akkor segítsd ki. És akár anyagilag, akár erkölcsileg. Szóval azért megint csak a szülő. Hogy mit tanulsz a szülőktől? A példa. A példa, hogy megtanítanak arra, hogy kell viselkedni. És most is, hogyha nem ismer föl valaki, de rámosolyog, akkor visszamosolyog. Édesanyádról hadd kérdezzelek még, hogy ő hogy viszonyult ahhoz, hogy a szárnya és a szoknyája mellől az ő Katikája elkerül a nagy fővárosba? Mennyire tolt ő téged, hogy menj kislányom, csináld, hogy nem. Mennyi... Nem. Nem? Az is szakítalak félbe, mert, igen, mert nagyon érdekes, hogy anyukám soha nem mondta, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Egy dologra figyelmeztetett mindig, amikor én vezettem, szóval nem, ő maga nagyon jól viselte a kamerát, nagyon jól tudott interjút adni, olyan természetesen viselkedett a kamerák előtt, mint a legnagyobbak. Mindig csodálkoztam, hogy édesanyám, itt 6 kamera vesz téged. Azt mondja, na és. Szóval nagyon jó tűrte a sztárságot, miközben igen, ő nem hát volt sztár, de ő remekül viselkedett. Egyetlen egyszer figyelmeztetett engem, hogy kikáromkodtam az autóból, mert valaki az életemre tört. Szóval nem adtak olyan meg olyan helyzet volt, és anyukám ült mellettem, és akkor még biztonsági öv sem volt, és akkor bizony mondtam, hogy mit képzel magáról, hogy mi nem tanulta meg a szabályt, meg stb. Hát bizony csúnyán káromkodtam. De jogosan, mert az életünk veszélyben volt, és anyukám volt a legnagyobb veszélyben, ült mellettem. És úgy éreztem, hogy meg kell őt védenem, és azt mondta, fiam, bármi van, te mindig Kovács Kati vagy. Neked így nem szabad viselkedni. De mondom, édesanyám, majdnem meghaltunk. Azt mondja, nem, és akkor? Neked így szabad kiabálni? Szóval azt megjegyeztem, hogy nincs befejezve egy szülő mindig megfigyeli a gyerekét, és mindig nevelgeti, akármilyen, lehettem én bármilyen felnőtt is, lehettem én bármilyen híres. Anyukám még mindig azt mondta, hogy neked moderálnod kell magadat, viselkedned kell tanulni, akkor is, hogyha elragadnak az érzelmek, te mindig egy ismert ember vagy, és neked példát kell mutatni. Nem édes. Köztetek egy ilyen barátnős, vagy inkább egy ilyen anya-lánya, és a lány részéről a tisztelet az anya iránt? Tehát, hogy milyen volt a ti kapcsolatotok?
Nem, mindig ő volt a felnőtt. Én mindig gyerek maradtam. És miután nagyjából egyedül nevelt föl bennünket, három gyerek, el tudott képzelni háború után, hogy mennyi lehetőségünk volt bármire is, ruházkodásra, öltözködésre, ételre. Nagyon-nagyon megszenvedtük a háború utáni időszakot közvetlenül. De emlékszem, amikor megkérdezték, ez nagyon érdekes, mert kinevettek. Amikor megkérdezték tőlem a ki mit tud után, hogy akkor most mit fog venni? Mondtam, szeretnék egyedül egy ilyen kis doboz májkrémet egyedül megenni. És akkor kinevettek, és akkor emlékszem, hogy nagyon rosszul esett. És akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy nem mindenki a barátom. Pedig nem értették meg, hogy azt a kicsi konzervet a háború utáni korszakban, azt meg kellett osztani a többi testvéremmel. Szóval őt felé kellett osztani, mert ott volt a kutya, ott volt a cica, és nekik is adtam. Volt úgy, hogy nekem jutott a legkevesebb, mert nekem kellett eldöntenem, hogy az ételt hogy osztjuk széjjel. És akkor úgy megtanultam, hogy nem mindenki a barátom. Milyen alapon kritizál engem az, aki nem élte át az, hogy heteken keresztül az ember éhezett. Hogy nem is ismerték azt a sorsot, amiben mi felnőttünk. Mert azért nagyon nehéz körülmények között nőttünk fel. Ugye a sok munka, sok fellépés, sok koncert, sok film után nyilván egy más anyagi helyzetbe kerültél. Tehát a pénzhez való viszonyod az hogy változott, vagy változott-e? Igen, ugyanúgy nem tudok vele bánni. Igen. Tehát szóval könnyen jön, könnyen? Nem, nem meg, úgy. Vagy hogy érted? Nem úgy, hanem amikor díjat kapok, akkor automatikusan családon belül elosztom. Szóval mindig úgy volt, hogy lehet, hogy nem kéne ezt kibeszélni. Ahogy jól esik. Nem tudom. Jó. Szóval ha a családban számítógép kellett, akkor az én fizetésemből megvettük. Ha bicikli kellett, akkor biciklit vásároltam a családnak. És így tovább, és így tovább. Szóval soha nem hagytam magára a családot. Soha. És ez engem boldoggá tett, hogy tudom segíteni a családomat. De úgy nem gyűjtögettem. Meg, nyilván megvettük a ruhákat, mert az kellett, az munkaeszköz. De nem gondolkodtam azon, hogy félre kéne tenni, vagy valamibe befektetni. Úgyse volt pénzem, mert mindig elosztogattam. És a családunk elég nagy létszámú. Szóval nem azt mondom, hogy sok pénzt kerestünk, kevés pénzt kerestünk. A mostani fiatalok azok egészen más keresettel rendelkeznek. De olyan boldog voltam, hogyha valakinek valamit tudtam ajándékozni családon belül. Én sokkal boldogabb voltam szerintem, mint ők. Na, tehát, biztos ők is. Biztos ők is, de hát azért jó a viszony a családdal. Igen. Kati, rólad annak idején, ez egy korábbi információ, a zenekritikusok Magyarország legjobb női hangjának neveztek téged. És hogy ugye tényleg annyiféle műfajban az operáról beszéltünk, a gospel, a rock, a jazz, a pop, tehát mégis mi volt az oka, hogy mondjuk nem az opera irányába mozdultál, hogy a legszélsőségesebbet válasszam ki ezek közül? Akkoriban úgy találtam, hogy az opera stílus az egyfajta stílus. Tehát az én világomban én úgy értékeltem, hogy ha el tudok énekelni egy jazzes dalt, egy spirituálét, akkor az sokkal szélesebb a paletta, mint amilyet az opera kínálna nekem. És lehet, hogy nincs igazam, mert az operát is lehet sokféleképpen énekelni, de mégis az volt a véleményem, hogy az opera egy stílusfajta, vagy egy irányzat, mert azért többnyire falzetben kell énekelni, stb. Biztos nincs igazam. Ezt nem valószínűleg felülbírálnád. Én nem vagyok zeneért, és nem tudok erre reagálni. És úgy éreztem, hogy ha el tudok énekelni egy nagyon-nagyon nehéz dalt, utána eléneklem a Schubert Ave Mariáját szépen, ami nekem úgy megfelelt, akkor többfélét tudok. Tehát nem ragadtam meg. Úgy éreztem, hogy ha festő lennék, akkor ne csak egyfélét kelljen nekem festeni, mondjuk mindig egy kis házat és színeset és szépet, hanem meg tudok festeni sokkal-sokkal több mindent, vagy a szobrot készítenék. Szóval
Szóval változatosabbnak éreztem az én világomat. Hallgatnak biztos bennünket olyanok is, akik nem feltétlenül a mi korosztályunk, de figyelnek ránk, mert mondjuk érdekli őket, hogy ez a két nőszemély miről beszélget, és fiatalabbak is nézik ezt a műsorsorozatot. És hogy csak néhány számot így a nézők kedvéért, és ez megint egy olyan forrásból van, ami már lehet, hogy sokkal nagyobb számok, azt mondja, 116 magyarországi, 25 külföldi önálló lemez, 328 gyűjteményes album, 49 nagy és 92 kis lemez, a hanglemez gyártás történetének legtöbb, na várjál, hol a puskám, legtöbb szóló lemezét te adtad ki, a diszkográfiát szerint 487 hazai és külföldi hanghordozó. A dalaidat lefordították cseh, francia, finn, olasz, spanyol nyelvre, év énekese voltál Angliában, Németországban. Tehát ezek ilyen egész elképesztő számok. Igen, de most ha valaki nem tudja magáról, hogy hány lemez és milyen külföldi díj, az én vagyok. Igen. Én halvány fogalmam sincs, hogy hol ér. Emlékszem persze, hát nyilván emlékszem arra, hogy énekeltem Tokióban, hogy japánul is énekeltem lemezre. Vagy emlékszem, amikor kis hotpantsben és forró nadrágban először énekeltünk valahol az Aranyszarvas Fesztiválon, vagy Bulgáriában, hogy milyen meglepetés. Hát megtehettem, mert aránylag úgy csinos voltam. De nem azért, mert kacérkodni akartam, az volt a divat, akkor még nevettem volna föl. Ahogy kétrészes fürdőruhát is fölveszünk most már nyugodt szívvel, most már nem, bocsánat. De hogy fogalmam sincs, hogy hány díjat nyertem, hogy mit csináltam. Olyan sűrű életem volt, és annyira szórakoztató volt. Közben azért megtanultam autót vezetni, évtizedeken keresztül vezettem autót, vittem a kollégákat, azért nagyon nagy felelősség, soha nem volt. Semmiféle problémám nem volt a vezetéssel, szóval nagyon oda kellett figyelni. Amikor úgy döntöttél régebben, vagy akár manapság is, hogy egy-egy dalhoz, akár világslágerhez szöveget írsz, akkor mi indít erre? Egészen egyszerűen szerettem volna elénekelni, de miután angolul énekeltek legtöbbször, úgy nagyjából sejtettem, hogy miről szól a dal, de hát nem tudtam olyan jól anyanyelvi szinten, nem tudok angolul. Sőt, mindig csodálkozom mindenkin, aki anyanyelvi szinten beszél, és mégis magyarul énekel, mert az kétnyelvűen kéne énekelni. Szóval visszatérve, mindjárt egy kicsit felhúzom a szoknyámat, mert kezd meleg lenni itt, hogy el akartam énekelni egy dalt, és miután teljesen szabadságot kaptam, a külföldi szövegíró zeneszerző nem tudta, hogy magyarul én mit énekelek, azt írtam, amit akartam. Volt, hogy nagyon hasonlított az eredetihez, volt, hogy nem. De általában vannak azért profi szövegírók, akik nagyon jó szövegeket írkáltak, de a kis ördög ott motoszkált bennem, hogy én szeretném ezt elénekelni az általam írt szöveggel, mert úgy éreztem, hogy ez megvan bennem ez a képesség, és valaki egyszer viccből azt mondta, hogy a Vangelis daltól a Hol vagy Józsiig. Ez mind benne van az emberben, ez a humorérzék, hát nyilván a Hol vagy Józsi az egy paródiaszerűség. Senki nem kérte számon, hogy mit írok. Senki nem befolyásolt, azt írtam, amit akartam. Nyilván vicces kis paródia volt természetesen, de az emberek ma is ismerik. De a legnagyobb bókot Vangelistől kaptam. Az első szöveges változatát magyarul hallotta. Még nem volt rá szöveg, csak egy pár mondat, hogy cum deo, Istennel, stb. De ez egy instrumentális változata volt a filmnek, a Paradicsom meghódítása. És amikor engedélyeztetésre elküldte a jogvédő iroda neki, akkor válaszolt, azt mondta, hogy nagyon-nagyon tetszik a szöveg, annyira tetszik, ez az első szöveges változat a világon, hogy ha akarom, akkor a következő lemezemre ő ajánlást ír saját kezüleg. Uh-huh. Szóval ez tényleg nagyon szép volt. Azért írkáltam szövegeket, mert vagy a gyerekeknek írtam, a családom gyerekeinek, Álmodj kiskölyök, ez a házi buli, vagy a Piedone sorozatból a Különben dühben jövünk, unokahúgom, unokaöcsém, nagy mozirajongók voltak, és mindig el kellett menni, mondtam, megállj, írok rá egy szöveget, ne kelljen nekem állandóan megnézni ezt a filmet. És aztán így születtek sorban a szövegek, de sok olyan szöveg van, írtam vagy 60-70 szöveget legalább, sokat ismernek az emberek. Volt olyan szöveg,
amit nem is tüntettek föl, hogy ezeket a mondatokat én írtam, vagy én javítottam ki. Ott kezdődött ez a dolog, hogy amikor először énekeltem egy Szenes Iván szöveget, akkor valamelyik sort kritizáltam, hogy ez itt nekem nem tetszik, ne haragudj, és átírnám. És akkor azt mondta a mérnöki gárda, a hangmérnöki gárda, ezt felejtsd el, meg ne mondd a Szenes Ivánnak, aki ragaszkodik ahhoz, hogy és, az, stb. Tehát ő szóról-szóra megírja, sokat gondolkodik rajta, hogy jó, nem jó. Ő nem szokta engedni, hogy valaki belejavítson a szövegébe. Így van. És amikor először átjavítottam, Iván egy kicsit gondolkodott, azt mondta, várjál, az jobb, amit te mondasz. Az nagyon tetszik. Ez micsoda dicséret óriási volt, dicséret. Elismerés. Óriási dicséret volt, de volt, amikor például volt az Add már Uram az eső című dalban, amikor ő ragaszkodott ahhoz, hogy bőg a sok állat, bocsánat, csak nem vagyok hozzászokva, a hosszú szoknál az kicsit meleg van, hogy azt mondta, hogy bőg a sok állat eledel után, azt úgy kell énekelni, mert bőg a sok állat. Azt úgy tanulta a magyar ember, hogy az állatok bőgnek, hogyha szomjasak vagy éhesek, és utólag is azt mondom, hogy neki volt igaza. Tehát ő nagyon respektálta azt, hogy én foglalkozom a szöveggel, és egy átérzem, átgondolom. De volt olyan eset, amikor például a filmben, mert ugye filmeket is készítettem, még az én filmszínésznője is voltam, azt mondtam a rendezőnek, hogy ez nem életszerű, ezt én így látnám jónak. Gondolkodott a filmrendező, és azt mondta, igaz. De volt, amikor azt mondta, ez filmes, képileg, képmegoldásokban, ez nem jó, amit mondasz, ez butaság. Jó, mondtam, akkor legyen neked igazad. De szóval a szabadság az neked, úgy érzem, hogy megadatott. Az, ami megadatott, de igen. Fontos is, és ki is vívtad, vívod magadnak. Igen, igen, mert látták, hogy foglalkozom a dologgal, nem csak gépiesen eléneklem, hanem érdekel, hogy miről szól a film, miről szól a dal, vagy egyáltalán. Tehát, hogy komolyan benne vagyok ebben. De volt olyan dal is, olyan jót nevettem a múltkor, a dallam egy részét, a vezérmotívumot én írtam a dalban, nem mondhatom meg, hogy miért, és akkor mondták, hogy ezt dalt kéne elénekelni versenydaltként. Mondom, a saját dalomat mégsem fogom elénekelni, mert itt más a szabályzat, és mondták, miért, mi között hozzá? Hát mondtam, a vezérmotívumot én találtam ki, és abból kerekedett egy nagyon nagy sláger. De a zenével nem nagyon foglalkozom, mert mindig azt hiszem, hogy tudat alatt én tovább örökítem azt a dallamot, amit hallottam valahol, de a szöveget azt világosan látom, az le van írva, hogy ez még nem szerepelt sehol, tehát a zenével ilyen értelemben nem foglalkoztam. Csak a szöveggel. Naplót írtál, Kati, hogy ki nem. Kell találni? Nem. Az se. Nem. Én soha de a naptáraid például megvannak. Nem, kidobáltam. Mindig mindent kidobálok, képzeld el. Képzeld el, hogy olyan érdekes, amíg ez a Covid volt, tudod, volt egy időszak, amikor nem lehetett nagyon sétálni az utcán, meg nyilván féltettük az életünket, meg nem is volt szabad, nem is volt divat, és akkor fogtam az összes újságot, mindent fölaprítottam, kidobáltam, mindent kidobáltam, az égvilágon mindent. Összesen van a teljes ruhatáramból az elmúlt több mint 50 évből, 2-3 ruhát őriztem meg, amiket annyira szerettem, hogy egyszerűen nem ajándékoztam el senkinek, de a ruháimat elajándékoztam, az összes képet kidobáltam, szóval nem őrizgettem a díjakat, de azért volt, nagyon nehéz sorsom volt, mert a hanglemezgyártó vállalat akkori főnöksége nem nagyon támogatott engem. Csak gondolj bele, hogy micsoda időszakokat meg, szóval milyen tűrőképességnek kellett ahhoz lenni, hogy ne törj össze, vagy ne hagyd abba a szakmát, hogy amikor egyszer bementem, a Vörösmarty téren volt a hanglemezgyártó vállalatnak a szalonja, a titkárnővel találkoztam, a főnök berendelt magához, és úgy várakoznom kellett, és ott kivettem a poros gémkapcsok közül, kivettem egy kis lemezfélét, mondom, ez micsoda? Azt mondja, ez egy aranylemez. Igen, aranylemez. Azt mondja, történetesen a tiéd. Na most a következő mondat zajlott, esküszöm, így volt. Esküszöm. Ez történetesen a te aranylemezed, vidd innen a francba, mert csak itt porosodik. Ez volt egy aranylemez átadás, mondtam, hogy hát a többit se kaptam meg, úgyhogy köszönöm szépen, nem viszem el. Ezt se viszem el. Szóval ennyit... És akkor aranylemez nem néhány ezer lemez után kaptatok, hanem... Több százezer. Több százezer, meg a milliómodik hanghordozó, meg stb. Szóval azért voltak emlékezetes pillanatok. Szóval nem mindenki szeretett bennünket,
És emlékszem, a Erdős Péter, ő volt a hanglemezgyártóvállalat főnöke, forog a neten egy film róla, és azt mondták, hogy XY, direkt nem mondok nevet, a nap 24 órájában, 48 órájában azon dolgozom, hogy őt minél jobban befuttassam, nagyobb sztárt faragjak belőle. És föltették neki a kérdést, és Kovács Kati azt mondta, hogy hát ha lenne lelkiismeretem, de nincsen, akkor vele szemben lenne némi lelkiismeret furdalásom. De most ezeket én nem nagyon vettem komolyan. Amikor ő arra kért engem, hogy álljak be énekesnek a Neoton Familia csapatába, hogy mondtam, kérek szépen 3 nap gondolkodási időt, és mondtam, hogy nagyon megtisztelő az ajánlat, de én túlságosan szólista alkat vagyok, nehezen vagyok befogható egy szekér elé. Mertél nemet mondani egy nagyhatalmú valakinek? Mentem a magam útján. Nem nagyon érdekelt, hogy mi lesz, hogy ha azt mondták volna, hogy akkor többet nem énekelhet. Ja, igen, várjál, csak egy példa, hogy éppen Hamburgban kezdtem sztárrá válni. Mert tudod, kihívtak bennünket, osztrák társasággal, német lemeztársasággal, magyarok azért velünk szemben toleránsabbak voltak. Mi kaptunk útlevelet időnként, és ott énekeltem egy-két dalt, siker lett. De akkor jött a nyári turné, országos rendező iroda, és jött egy másik ajánlat, föltette az igazgató úr a kérdést, akkor még más volt, nem úr volt. Föltette a kérdést, aki nagyon lojális volt velünk szemben, kedvesek voltak, megértőek, és azt mondta, hogy ki kéne menniük Szibériába 1,5 hónapra. Mondtam, nekem meg Ella Fitzgerald nevű híres jazz énekesnő után a hamburgi valamilyen klubba kellene énekelnem. Azt mondja, akar még valaha énekelni? Mondom, igen, akkor Szibériát kell választania. Önként is dalolva. Mondom, de akkor nyugaton másképp működik a sztárság, most azonnal kell kimennem, mert most listavezető a dalom, amit énekeltem németül. Azt mondták, majd megkeresik. Nem, egy darabig keresgéltek bennünket, tudod, a német társaság, de nehezen kezelhetőek voltunk, mert 2 hét múlva jött meg az útlevél, vagy egy hónap múlva, igaz, hogy megkaptuk, kimehettünk külföldre. A maiaknak fogalmuk sincs, hogy itt van az asztalon, vagy a fiókban ott van az útlevél, akkor mennek ki, amikor akarnak. Szóval nem volt azért ennyire egyszerű a helyzet. Kimentünk Szibériába, ma ez is szép emlék. Igen, ezt akartam kérdezni, mert emlék. Valószínűleg az a közönség meg úgy fogadott titeket, olyan szeret, nem? Nagyon szerettek bennünket. Igen, így van. Tehát a magyar zenészek, énekesek ott azon a fertájon nagyon népszerűek. De nem voltak. Csak magyarok jöttek. Ami a legnagyobb díj volt életemben, az volt, képzeld el, hogy magyarok jártak ki oda a főiskolára. És azt mondták, vittünk magunkkal kis sámlit, egész éjszaka felváltva ültünk a kis hokedlin, vagy a sámlin, azért, hogy nektek ma itt paprikás krumplit tudjunk főzni. És a hidegben, a fáradtság, sötétben váltották egymást, és ahhoz gyűjtöttek krumplit, krumpliért ültek sorban, hogy nekünk tudjanak főzni. Mondtam, ennél nagyon megtiszteltet, és még nem ért bennünket, hogy a főiskolások, akik kint tanulnak, és úgyis nehéz sorsuk van, felváltva szereztek egy-egy darab krumplit, hogy összeálljon nekünk az ebéd és a vacsora. Szóval csodálatos kalandjaink voltak. Csodálatos. Mennyi történet, Isten. Mennyi kár, hogy történet. Ezeket úgy nem gyűjtögetted, vagy persze nyilván sok van az emlékezetedben, de hát sok sokan meg... akartak írni életemről könyvet, de mondtam, hogy minek? Én még egy darabig élni szeretnék, és szórakoztat ez az egész világ, akkor is, ha megismernek, akkor is, ha nem, akkor is, ha olyan helységbe kellett énekelni, ahol nem volt befűtve épp a sportcsarnok, kicsit fáztunk, kicsit megfáztunk, de annyira szórakoztatott engem ez az egész kaland jellege ennek a pályának, szakmának. A bátyámnak a lánya Kovács Kati, ő például sokkal jobb memóriával rendelkezett, mint én, könnyen tanult. És emlékszem, hogy 17 éves volt, amikor utoljára énekelt velünk az Uránia moziban, és azt mondta, jó, a kedvedét most énekeltem, de soha többet ne hívjál, nem fogok színpadra menni, nem érdekel. Mondom, és mi érdekel? Tanítani szeretnék.
És tanárnő lett belőle, kiváló tanárnő, és tanítja a gyerekeket, ő ahhoz érzett elhivatottságot, és azt nagyon komolyan vette. És azt mondta, hogy mondtam, hogy te jobb a füled, jobban megjegyzed a zenét is, mindent. Igen, de nem érdekel. És akkor jöttem rá, hogy nem mindenki bírja elviselni ezt a rengeteg megpróbáltatást, hogy étlen szomjan, hidegben, fagyban. Több ezer kilométert, több száz kilométert. Utazni, azt se tudod, hogy hol alszol éppen, vagy mit kapsz enni, vagy hogy alakul a sorsod. És azt mondom, hogy mégis ki volt jelölve az utam. Szóval nem véletlenül kerültem erre a pályára, és még mindig itt vagyok, mert engem is szórakoztat, és hogyha engem szórakoztat, és hogy más tudok szórakoztatni, akkor ez egy csodálatos foglalkozás. Ennek a műsornak az a címe, hogy Korhatártalanul, szerintem nagyszerű cím, mert tartalmaz mindent, ami így az évek múlásával, vagy mondjuk ki az idősödéssel jár. És amikor én ránéztem, hát nagyon régen része vagy az életünknek, de azért, mikor mégis ránéztem a születési dátumodra, azért egy kicsit elakadt a lélegzetem. Nekem is. Akkor már ketten vagyunk. Hogy mennyire foglalkoztat ez, Kati? Most az utóbbi években foglalkoztat, egy 4-5 éve. Eddig soha nem foglalkoztam azzal, hogy hány éves vagyok. És 4-5 évvel ezelőtt még simán visszategeztek a gyerekek, fiatalok, kollégák. Most inkább elfordulnak, mert nem tudják, hogy kell viselkedni, és abból érzem, hogy öregszünk, hogy viselkednek velem szemben az emberek, és egyre gyakrabban hallom, hogy szeretnék én így kinézni majdan ahány éves maga korában, és mondtam, hogy milyen érdekes, hogy olyan gyorsan éltünk, és olyan sűrű életet éltünk, hogy nem is értem rá foglalkozni azzal, hogy én hány éves vagyok. De mostanában, hogy egyre több kollega elmegy, úgy elkezdett foglalkoztatni a korom, és egyre figyelmesebben olvasom mások nyilatkozatait, és látom, hogy amikor nyilatkoznak zenész kollégák, azt mondják, hogy addig fogok énekelni, addig fogok muzsikálni, amíg tudok, amíg bírok, és akkor rádöbbentem, hogy úristen, hány éves is vagyok. És még mindig annyira szórakoztat az egész, és úgy érzem, hogy nagyon sajnálom, én egyébként mindig a jövőbe nézek. Nem érdekel a múlt, meg nem nosztalgiázom. Hogy azt szeretném, azért szeretnék még 120 évig élni, hogy megnézzem, hogy hova fejlődik a világ, hogy hogy viselkednek az emberek. Nyilván többet foglalkozom én is a napi politikával, több komolyabb filmet nézek, vagy történelmi filmeket nézek, amit korábban nem is néztem régen tévét, mert nem volt időm. Most több időnk volt. Szóval mostanában kezdem észrevenni, hogy kicsit öregszünk. Uh-huh. És mit tudom, csinálsz annak érdekében? Hát hiszen rád néz valaki, és akkor tényleg, ugye szokták mondani, x évet nyugodtan letagadhatsz. Tehát a mozgás, a sport, a bőrápolás, az étkezés. Tehát mit teszel azért, hogy ragyogóan nézel ki, én nőként, hadd mondja? De, hogy nem. Semmi. Hát sokáig, nem tudom, a tenisz mennyire maradt része az életednek. Igen, mostanában nem igen, nagyon bírja a vállam. De azért, hát csak elmegyünk teniszezni nyilván. Olyan édes volt a partner, akivel játszottam egy óra hosszán keresztül, és mondtam neki, köszönöm szépen ezt az egy órás teniszt. Köszönöm a teniszjátékot. Azt mondja, miért ez az volt? Együtt a változásokról. Nyilván ő valamikor teniszversenyző volt, neki ez, én nem vagyok ellenfél. De lelkesen jártunk mindenféle amatőr versenyre. De például, csak idézőjelben mondom, hogy én nem tudok egyszerre sokat enni, mert megszoktam, hogy mindig utazunk, és például előadás előtt pontosan úgy kell viselkednem, mint egy élsportolónak. Nem lehet enni, inni, nem lehet mulatni. Tehát úgy fegyelmezetten élek, de úgy különösképpen nem nagyon törődöm magammal. Rengeteg kenyeret eszem. Várja, fölállok. Hát, ugye egy nagyon megmutatom magamat. Szóval nem vagyok nagyon elhízva. Egyáltalán. Nyilván elégedetlen vagyok magammal, mert most kikerültem a képből, elnézést kérek az operatőrtől. Szerintem visszakerültél, mert ugyanoda. Igen. Szóval, hogy nem csinálok semmit. Alapjában véve
fegyelmezetten élek, de ezt nem azért csinálom, hogy fiatalosabban nézek ki, hanem mert így érzem jól magamat. Uh-huh. Szeretnél ma fiatal lenni? Tehát nem azt kérdezem, hogy újra kezdeni ebben az világban, hanem hogy fiatalnak lenni szeretnél-e? Igen, az fogalmazódott meg bennem, hogy talán az 50 körüli kor az, amikor az ember már eleget tud a világról, mert nem olyan kis butuska, már egyre többet tanulsz, egyre többet, szóval akiben megvan ez a vágy, hogy egy kicsit tanuljon, vagy nézze az élet komolyabbik oldalát. Szóval egyre több mindent észreveszek az életből, egyre figyelmesebb vagyok, egyre jobban értékelem az életet. Szóval ott kéne megállni egy 50 éves kor körül, amikor még teljesen szép az embernek az arca, a nyaka, a füle jó hal. Térdei jók. Igen. Szóval amikor még teljes értékű ember vagy, szóval így az 50-től egy kicsit most már távolabb vagyok, és nem attól félek, hogy megöregszem, hanem attól tartok, hogy nehogy terhére legyek a világnak. Uh-huh. Hogy egészségesebb legyek, hogy ne kelljen betegesen rettegek az orvosoktól. Uh-huh. Talán azért, mert orvosi rendelőben dolgoztam, és nagyon sok beteget láttam, és mindenkin segíteni akartam. Hát az volt a dolgom. Uh-huh. Az volt a dolgom, hogy az embereken segítsek, és nem szeretném, ha nekem kellene segíteni. Szóval ez a félelmem egy kicsit erősödik, de amúgy jól érzem magamat a bőrömben. Hát akkor lassan itt kerekítjük le ezt a beszélgetést, ugye még annyi, de annyi mindenről lehetett volna, de azt gondolom, hogy így is nagy élmény volt, nem csak a számomra, hanem akik minket hallgattak, úgyhogy csak azt kívánom, mert az előbb azt mondtad, hogy jó lenne 120 évig élni, hogy akkor egészségben és jó fizikumban, és hogy ez így legyen. Hadd adjam át neked a műsorunk támogatójának az ajándékát. Ebben van, ami az egészség, van, ami a bőrápolás, úgyhogy fogad szeretettel nagyon a szépen, köszönöm. Finklub. Én pedig át kell, hogy adjam neked a dr. Gábor Espál üdvözletét. Sok szeretettel puszír téged, tudod, ő a pánikbetegségeknek a gyógyítója. És amikor mondtam, hogy idejövök hozzád, nagyon felvillanyozódott. Úgyhogy tulajdonképpen most fordított szerepben vagyok. Én gyógyítgatom az embereket, de hát képzeld el, hogy az, hogy a fiatalok éneklik a dalaimat, az, hogy Agárdi Szívi elénekelte, az úgy szeretném meghálálni. Az, hogy egy másik versenyző kislány egy másik műsorban énekli a számaimat, az részben nagyon jó, és részben nagyon fáj. Mert olyanok, ezek a dalok nekem, én formáltam, én találtam ki, olyanok, mint a saját gyerekeim. És körülbelül azt érzem, amikor egy szülő férhez adja, vagy megnősíti a fiát, vagy megházasodik a fia, mint amikor elviszik a gyereket, és tudod, hogy jó sorsa van, tudod, hogy így kell lenni az életnek, és mégis azt mondom, hogy ez egy kettős dolog. Meg kell tudni önfeláldozónak lenni, hogy örülni kéne mások örömének. Ha az én dalaimmal másoknak szerzek sikereket, akkor ez egy szép pályafutás. És ez így is volt. És hadd vigyék, és hadd énekeljék, és legyen folytatás mindaz, amit mi te itt alkottál és létrehoztál. Katikám, köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Maradjanak továbbra is velünk. Például a YouTube csatornámon iratkozzanak fel, és akkor nem maradnak le az ilyen és ehhez hasonló izgalmas, tartalmas, érdekes beszélgetésekről. Ezt a mai műsort nem csak a Finklub, hanem a Hévízi Enszána Hotel is támogatta, hogy mit találhatnak ott, ha ellátogatnak Hévízre az Enszánába, a következő néhány kép is megmutatja, elárulja. Viszontlátásra!